A kar. Világ életemben le volt maradva, és 7 év edzésre a hátam mögött is az egyik leggyengébb testrészem. Így hát azt fogom csinálni, mert bármely normális ember tenne. Megcsinálom Rich Piana 8 órás karedzését, ami elmondása szerint akár több mint 2 centivel is növelheti azt. Wow, akkor tuti megcsinálom. Máté, a karodat. Ja. Ezért le is mértem az edzés előtti méretet, a jobb karnál kerek 40, a bal esetében pedig 39 és felett mutat a centi. 16 mini edzést fogunk végezni, és ezek után egységet fogunk meginni, amit Rich utasításait követve készítettem el. Jelenleg 15 percen múlt 7 óra, úgyhogy most kezdünk, hanem 3-ra leszünk kész. 30 kilóval kezdek, kicsit azért konzervatívan, hiszen 8 órát kell edzenünk, nem más felett. Az első mini edzés 4x10 koponyatörőt és 4x10 rudas bicepset tartalmaz, viszont azért, hogy ezt 15 perc alá tudjam szorítani, és minél többet tudjak pihenni az edzések között, így ezt szuperszettelve fogom végezni. 1 percet fogok csak pihenni. Ezzel is minimalizálva az edzések hosszúságát, ha bár így gyorsabban is fogok fáradni. Kezdtem is igen szépen bedúranni. Szerintetek meg lesz a több mint 2 centis növekedés? Írjátok meg kommentben. Nem vagyok hozzászokva ez az 1 perces pihenőköz, én legalább 3-4 percet szoktam. Első mini edzés, pipa. That was only your third one. That was my fourth. That was your third. Még csak az elsőnél járunk, de már most azt sem tudom, hogy merre vagyok arccal. Mi lesz itt a végére? Itt már valóban késznek tudhatom a dolgot, jöhetett is a sékibás. 11 kilóval fogom ezt a mini edzést kezdeni, ami szintén csak 4 szuperszet lesz, ami áll triceps nyújtásból fekve, és kalapás bicepsből ismét 1 perces pihenőket alkalmazva. Az egyetlen különbség az, hogy 10 ismétlés helyett 15-öt csinálok. Olyan, mint a karúszó lenne rajta. Úgy tele van vérrel a karom. Nem mondhatjátok azt, hogy nem tettem meg mindent ahhoz, hogy végig tudjam a challenge-et csinálni. Direkt ma a hulkozóknőt vettem föl, hogy egy kis erőt adjon. Tegyétek vissza a súlyukat magatok után, még akkor is, ha otthon edzitek. Egészség! Lejjebb vittem a súlyt mindössze 20 kilóra, mert már baromi nehéz volt, és még 7 óra hátra van. És miközben én szenvedek az edzéssel, egy ősi ellenség téved be a szobába. Úgyhogy egy jól irányzott papucs csapással eltettem a betolakodott láb alól. Három órája megy a challenge. Kevés unalmasabb dolog van, mint 8 órán keresztül 2 edzést ismételgetni. Úgyhogy kicsit megfűszerezem a dolgokat. Ne próbáljátok ki ezt otthon. Én ezt csak úgy hívom, hogy denevér triceps. Manapság minden fitness influencer talál ki mágikus csodagyakorlatokat, úgyhogy itt lenne az enyém. És a Superset második tagja pedig súlymellényes karhajlítás, remek rávezető gyakorlat, ha valakinek el akarod kapni a grabancát például. Ezekből szintén 4 sorozatot csináltam. Maradunk az influencer csodagyakorlat vonalon, és gumin végzett ausztrál karhajlításokat fogok végezni, ahol az izom és a gumi egy időben feszül, pont mikor a mutatóujjaddal feliratkozol, a hüvelykujjaddal pedig belájkolod ezt a videót. Tricepsre pedig egy tradicionálisabb gyakorlatot választottam, méghozzá a triceps nyújtást fej fölé. Lejárt! Az 1 perc! Most visszaelvezünk tradicionálisabb vizekre, a csigás gépen fogunk szuperszettelni, fejfölé nyújtás és kalapácsos karhajlítás. Mivel egy eszköz használtam mindkét gyakorlatra, így ezt az edzést egész gyorsan be is tudtam fejezni, aminek megmondom őszintén nagyon örültem, mert kezd a dolog baromi nehézé válni mind mentálisan, mind fizikálisan, így jól jött ez a kis extra pihenő a mini edzések között. 10:49 van, ez az a 8. mini edzés, úgyhogy azt jelenti, hogy ezután leszünk fél úton. Rich Piana is mondta, hogy 4 óránál kezdett a dolog igazán kemény lenni, és itt hullanak ki sokan, úgyhogy ismét megismerteltem az előbbi edzést, ezáltal megint csak nyerve egy kis extra pihenőt. Nem is fáj a karom, hanem csak iszonyat fáradt és enervált az izom. Visszatérünk az alapokhoz, koponyatörőt fogunk csinálni, és utána meg karhajlítást. Már 20 kilóval is igen megszenvedek, nem tudom, hogy végig tudom ezt csinálni. Megpróbálok húzódkodni 6 óra, vagy már nem is tudom hány óra edzés, karedzés után. És hát komoly 3,5 ismétlés sikerült végezni. Jó, hát ezt a húzódkodást tornozzuk, ezt túl fáradt vagyok. A triceps letolás mellett döntöttem, ezúttal nem fejjel lefelé. A Superset másik tagjának pedig a Preacher Curl-t választottam. És itt jött el az a pont, hogy elkezdtünk görcsölgetni.
anyá! Már megmondom az őszintén, nem igazán tűztem ki ismétlés számokat, csak csináltam bukásig. Hajnali egy óra van, úgyhogy időben vagyok az edzések tempóját illetően, de egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy végig tudom csinálni mind a 8 órát. A fáradtság és a folyamatos görcsök kezdtek felülkerekedni rajta. Úgyhogy azért, hogy ezt átvészeljem és kicsit megfűszerezem a dolgokat megint, méghozzá gyakorlatválasztás szempontjából, szűkfogású fekvenyomást fogok végezni gumikkal. Valamiért az bal oldal sokkal nehezebb, mint jobb. Na mindegy. A bal karom úgy is kisebb. A szuperszet második tagja pedig felső csigás karhajlítás. Most 2 óra 13 van. A 14. és a 15. edzés a Rich Pian által felírt két edzés lesz, így tisztelegve a kreátor előtt, Isten nyugosztalja. Viszont a fáradtság volt a legkisebb problémám. Ennél a pontnál már konkrétan non-stop görcsöltem. Folyamat görcsöl a tricepsem. Ha kinyújtottam, akarom a tricepsem. A bicepsem is. Ha behajlítottam, akkor meg a bicepsem. Lehet, hogy így próbál a testem lebeszélni a dologról? Mert akkor süket fülekül talált. Mindegy, végig csináljuk. Úgy gondoltam, hogy méltó búcsút intsünk ennek az edzésnek, Dr. Joel Seedman eszméletlen innovatív gyakorlataiból fogok kettőt választani. Íme a szó szerinti fordításban halott bogár tolózkodás, mennél a lábaimat rosszkor váltottam, remélem nem ment a gyakorlat hatékonyságának robására. A következő pedig szintén... saját testős alternatíva, ilyen egyedi kis gyakorlatról beszélünk. És természetesen ezeket a fantasztikus gyakorlatokat sem diszkrimináltam, és elvégeztem belőlük a 4 szuperszettet. Egészség. Itt majdnem persze pontosan 8 óra alatt fejeztük be. És már csak egy kérdés nem volt megválaszolva. Mennyit nőtt a karom? Viszont mielőtt ezt megnéznénk, kíváncsi vagyok, hogy mennyivel is vagyok gyengébb egy harmad nap karozás után, és mi sem demonstrálhatná ezt jobban, mint egy Skander édesanyám ellen. Ennek körülmére, hogy azért maradt bennem egy kis szufla, nagy reményekkel fordultam a méreckedés elé. Az öreg Rich Piana több mint 2 centis karméret növekedést ígért nekünk a videóján. Hát az akárhogy nézem, kb. Full ugyanannyi, mint előtte. Jól átbaszott az öreg Rich. Nézzük meg a bal kezet. Hát az valami más mutat. Hát ez meg kisebbet basszus. 39! A faszt! 38!